És akkor a Facebook kerüljön? Meg. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt Pablo Escobar kanapéján. Most jön a kérdezfelelek videó. Elérkeztünk egy újabb videóhoz, egy kérdezfelelek videóra gondoltam. Most kiírtam az Instagramra, pontosabban egy Insta story-ba kiraktam, hogy kérdezhetek tőlem bármit bátran, és hát minden mondjak, rengeteg kérdés jött, rengeteg üzenet jött, úgyhogy ezekből fogok most csemegézni, direkt addig nem nyitottam meg őket, hogy majd itt kvázi élőben a videóban meg tudjam ezt csinálni. No, de miért is csinálom ezt? Tulajdonképpen most a YouTube csatornámmal szeretnék egy picit foglalkozni, ezt nyilván látjátok ti is, szeretnék tartalmakat feltölteni, és hát ki szeretném próbálni ezt a formátumot is, ezt a kérdezfelelek formátumot. Láttam különböző embereknél, hogy ez van, hogy ez működik, és kíváncsi vagyok, hogy nektek ez tetszik-e, hogy van-e rá igény, és hogy egyáltalán szeretitek-e. Ha szeretitek, akkor szívesen csinálok még többet, ha nem szeretitek akkor annyira, akkor pedig hát el kell engedni. Még eszembe jutott, és nagyon-nagyon fontos, hogy képzeljétek el, hogy itt a tavasz, és számomra ami a legnagyobb öröm és boldogság, hogy elkezdtek bejönni nekem fellépések, tehát fogok menni például már biztosan Jászberénybe, Miskolcra, és még hova is? Szolnok, igen, azt hiszem Szolnokra, szóval már bejött egy pár fellépés, és nagyon szeretettel hívnak, és tökre örülök, úgyhogy ha van kedvetek és szeretnétek, hogy menjek fellépni, akkor mindenképpen a miskovicsbooking@gmail.com e-mail címre írjatok, és megdumáljuk, vagy ha ismertek parti szervezőket, vagy bárkit. Na, de váljunk is bele a videóba. Csáó, láttam, vettél egy Adidas Yeezy cipőt, tudnál valami elérhetőséget adni egy kinél? Igen, tudnék, Pótor Attila, írjátok a videó alatt, ott van az e-mail címen, nyugodtan írjátok neki. És még annyi, hogy eredeti a cipő. Így van, kamucucokat nem veszünk, hogy eredeti ez a Yeezy Boost is. Ha nem hiszitek, eljárjátok utána, nagyon szeretem ezt a cipőt, nagyon király. Azt mondja, mi volt életed során az egyik legjobb emléked? Ezt kérdezi TTH30. Nagyon sok jó emlékem volt, az, hogy mi volt a legjobb, mit kell kiemelni. Nem tudom, rengeteg jó emlékem volt, nagyon-nagyon nehéz lenne ezt egyet is kiemelni. Talán az, amikor szakmai sikerek értek, talán az, amikor műsort vezethettem, talán az, amikor megcsináltuk a zenéimet, amikor bulizunk egy jót, nem tudnék kiemelni egyet, nem tudnék, mert tényleg annyi minden volt, hogy nem tudnék. Ez egy jó kérdés, az megfogott. Azt mondja, milyen érzés ismertnek lenni? Hát milyen érzés ismertek lenni? Jó érzés, én szeretem, hogyha megismernek, én szeretek beszélgetni emberekkel, én szeretek kapcsolatot tartani, úgyhogy nekem abszolút jó érzés, nekem ez nem teher, én nagyon imádom, amit csinálok, és nagyon-nagyon szeretnék még tovább fejlődni. Tudod, ki vagyok? És ha írnék egy zenét, némi segítséggel reagálnád? Nem tudom, hogy ki vagy, de persze. Igen, a legjobb az, hogy egyébként rengeteg ismerős is írt, tehát például ilyen Györke Atis, a Rádió 1-nek a műsorvezetője, jó barátom. Ki a példaképed, írt egy 30 kérdést, ki a példaképed a tévében és ki a zenében? Nagyon érdekes, hogyha magyarok közül kellene mondani, akkor nem is példakép, inkább úgy fogalmaznék, hogy elismerem a munkásságát a Sebestyén Balázs, aki nagyon szeretem az ő stílusát, elismerem a munkásságát a Friderikus Sándornak, elismerem a munkásságát műsorvezetői szempontból, gondolom így gondolta nekik mindenképpen. Igen, most felülhetnél egy repülőre, és bárhova mehetnél, hova mennél, mit néznél meg. Fú, a Maldív-szigetekre nagyon szívesen elmennék, most láttam, hogy ismerősöm ki van Balin, oda is nagyon szívesen elmennék, és a nagy álmom az Amerika, még nem voltam Amerikában, és azt is nagyon-nagyon szeretném, nagyon megnézem New Yorkot, Los Angeles-t, akár San Francisco-t, Washington, tehát igazán szerintem Amerikának nincs olyan pontja, ahova nem mennék el szívesen, és nem töltenék el egy kis időt. Mit üzennél most 10 éves önmagadnak? Hú, de jó kérdés. Hát azt üzenném neki, amit talán még most is üzennék idézőjesen magamnak, hogy türelem, nyugalom Marci, türelem, nyugalom Marci, türelem, és türelem, és nyugalom Marci, és türelem. Legfőképpen ez. Ha lenne időgépet, hány évet utaznál a jövőbe előre, és hány évet vissza a múltba? Fú, én megmondom őszintén, hogy se a múltba, se a jövőbe nem mennék vissza. Én nagyon a pillanatok embere vagyok, én nagyon szeretem megélni a pillanatot. Nyilván érdekel az, hogy mi lesz valami a jövőben, de nem nézném meg, nem utaznék oda, nem mennék vissza. Én tök jól vagyok mindig, amiben vagyok, és próbálom úgy alakítani az életemet, hogy jól érezzem magam abban az adott helyzetben, abban az adott pillanatban. Na,
Következő kérdés, László Roland. Milyen volt a Vivánál dolgozni? Mi a legnagyobb célod az életben, amit el szeretnél érni? Melyik volt egy meghatározó tény az életedben, és respekt a zenéthez, élem, köztesom. Ja, milyen volt a Vivánál dolgozni? Alapvetően ez egy összetett kérdés, ez egy komplex kérdés. Jó is volt, és voltak nem annyira jó időszakok, mint mindenben. Összességében én szerettem a Vivánál lenni, én és csak tényleg most jön a felismerés az, hogy én a Vivának egyébként mennyit köszönhetek, hogy mennyien ismernek onnan, hogy mennyire emlékeznek rám onnan, hogy ennyi idő elteltével is tudják azt, hogy én ott voltam, én ott szerepeltem, egyébként egészen elképesztő. Tényleg a Viva egy nagyon-nagyon jó csatorna volt annak idején, én nagyon sajnálom azt, hogy megszűnt különböző okok miatt, viszont voltak sajnos ott, kerekperezben mondom, voltak ott olyan tényezők, amik hátráltattak az előrelépésemben, a karrieremben. Tehát félig jó volt, félig nem is volt rossz, csak inkább ilyen kicsit szerencsétlenkedés, de alapvetően én nagyon jól éreztem magam, és nagyon hálás vagyok a Vivának, és rengeteg barátom van onnan, hát a zenész szakmának a 90%-át onnan ismerem, tehát egészen elképesztő ismerettségeket és barátságokat kötöttem. Szia! Ez most félreérthető kérdés lesz, de nem áll szándékomban rosszat mondani, de az lenne a kérdésem, hogy milyen érzés úgymond a Rivalda fényből a háttérbe kerülni azzal, hogy a Vivától, ahol műsort vezettél, volt saját műsorod is, a TV2-nél a háttérbe idézőjelbe kerültél, háttérműsorok vezetésével foglalkozol. Tényleg nagyon rosszban vagy bántásban írom, és nem tudom rendesen megfogalmazni. Egyébként nagyon szeretem, amit csinálsz, és ne hagyd abba a szív. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez nagyon rosszul gondolod, ez abszolút amúgy nem egy visszalépés, azt gondolom, hogy a TV2-nél lenni egy hatalmas büszkeség 22 évesen. Igazándiból pont, hogy a Viva volt szerintem egy lépcsőfok, egy ilyen kis előjáték, hogyha lehet így nevezni, és itt vannak a nagyobb kihívások. Tehát például nekem sokkal nagyobb kihívás volt a Sztár Akadémiának a háttérműsorának a vezetése, vagy volt egyébként a saját magazin műsorom, a TV2 meg 1000 műsorban szerepeltem, ezek sokkal nagyobb kihívások, sokkal több emberhez eljut, sokkal idősebb korosztályhoz eljut, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy előrelépés. A Vivánál egy réteg ismert meg, én ezt a réteget szeretném kiszélesíteni. Mit iszol? Természetesen csak Evian-t iszom, ennek még nem értitek a lényegét, de a következő dalszövegemben benne lesz. Ez. Mennyire érdekelnek a sneakerök? Lesz-e ezzel kapcsolatban videó? Hány évesen jöttél össze az első barátnőnkkel? Hú, de sok kérdés. A sneakerek alapvetően érdekelnek, most is kaptam egy tök jó csukát az Adidas-tól. Nagyon szépen köszönöm innen is. Lesz-e ezzel kapcsolatban videó? Ezt nem tudom, én nem vagyok egy ilyen nagy sneakerhead, szeretem a szép cipőket. A YouTube társait közül kivel van a legjobb viszonyod? Hát én már kifejtettem a véleményemet így a youtuberekről, akik konkrétan csak youtuberek, ezt az egyik előző videómban megnézhetitek. Alapvetően én a Royal Szabival jóba vagyok, mi közösen is csinálunk dolgokat, zenélgetünk, egy hullámhosszon vagyunk, én őt egy nagyon jó srácnak tartom amúgy. Youtuberek közül, vele vagyok így legjobban, viszont szeretem, soha nem találkoztam még vele élőben, de nagyon szeretem a Dancsó Petinek a videóit, szerintem ő egy elég intelligens srác, és nagyon bírom a humorát, úgyhogy szerintem ő, ha youtubernek kéne nevezni, akkor szerintem amúgy ő a legjobb, és a leghitelesebb, és a legvagányabb. Van rapper példaképet? Ha igen, ki magyar rappet hallgatok, ezt szeretem a népszerűséget. A rapben alapvetően nagyon sok példaképen van, elkezdeném sorolni a külföldiek közül. Régen nagyon szerettem Wiz Khalifát, ez még most is tart. Annál is régebben még Snoop Doggot nagyon szerettem, Tupacet nagyon szerettem, a Bontag Zen 3-it nagyon szerettem, a 36 Mafia-t nagyon szerettem, hogyha régiek közül kérdeztek. Ha újak közül, akkor ugye Wiz Khalifa, utána a Tigert nagyon szerettem egy időszakban, egy 4-5 évvel ezelőtt. Most pedig, akik aktuálisan a kedvenceim, hogyha ez a kérdés, hogy erre irányul, akkor Famous Dex, Rich the Kid, 21 Savage, Lil Pumpot nagyon szeretem, kik vannak még, Smoke Purple-t nagyon szeretem, Lil Zent is nagyon szeretem, Lil Uzit nagyon szeretem, talán így ezeket az új vonalból. A hősökkel nagyon jóban vagyok, nagyon bírom a srácokat, nagyon ügyesek. A BSV-t szeretem, Le Mans Pralá, nagyon menő, hogyha már így hozzuk. Baba Aziz, nagyon szeretem, nem tudom, hogy mennyire ismétek Baba Azizt. Kit szeretek még a magyarok közül? Talán nekik a zenéjüket szeretem. Ja, meg most pont még a Senki se projekt, ugye a Bilex-nek a projektje. Az is szerintem egy elég makulátlan és vagány dolog. Minek köszönheted a sikered? Húha! Hát...
Nyilvánvalóan kell szerencse is a dolgokhoz, az biztos. Én azt gondolom, hogy szerintem a kitartásomnak köszönhetem. Nagyon kevesen tudják rólam, és régen, amikor én elkezdtem a Vivennel dolgozni, akkor nagyon sokan alaptalanul támadtak, meg ilyen mémek születtek ebből. Én nem tudom, hogy kik találták ezt ki, hogy nekem a szüleim nagyon gazdagok, és engem befizettek a Vivához. Ez egyáltalán nem igaz, nekem a családomban még művész sincsen, még művész beállítottságú sincsen, pláne nem műsorvezető, pláne nem tévés, tehát hogy konkrétan, ha nevezhetjük így, akkor úttörő vagyok a családban, és magamnak intézem a dolgaimat, és szerintem kitartó vagyok. Néha kicsit türelmetlen, mint ahogy ezt már említettem, de amúgy én nekem így ez a történetem. Ilyen a lány ideálom. Alapvetően nincsen ideálom, tehát hogy én azt gondolom, hogy minden lányban van valami szép, tehát én minden lányban szoktam valami szépet találni. Ilyen, hogy konkrét ideál, ilyen régebben volt, ilyen szőkéket szeretem, de ez nem igaz, mert szerintem szépek a barna lányok is, meg a feketék is, meg a vörösek is, tehát egyébként nem tudnék így ideált mondani, mert nincs. Nálad fiatalabb lányok már nem is jöhetnek szóba? Hát nem mondom azt, hogy nem jöhetnek szóba, csak eddig általában idősebb barátném voltak, vagy velem egykorúak, de bármi megtörtént. Szia Marci! Mitől félsz a legjobban? Mit bántál meg a legjobban az életed során? Mi volt életed legboldogabb pillanata? Mitől félek a legjobban? Húha! Ha ilyen dolgoktól, hogy mitől félek a legjobban, mondjuk állattól, mondjuk a kígyóktól félek, undorodom tőlük, a kígyókat nagyon nem szeretem, mit bántam meg a legjobban életem során? Egy dolgot megbántam, de ez csak a Szabó Barna tudja, hogy mit bántam meg. Az életem hibája volt. Azt ott másképpen kellett volna. Igazad volt, tesó. Ezt tudni fogod, hogy mire gondolok. Kívesen jöttél rá, hogy ezt akarod a munkádnak, ami most van, és miért szerettél volna ezzel foglalkozni? Hány évesen jöttem rá, viszonylag korán kezdtem ezt a dolgot, 14 évesen kezdtem el riporterkedéssel foglalkozni, annak idején még egy internetes tévénél. Úgy mentem át nagyon műsorokba. Ez így kialakult igazán, ezt nem döntöttem el, hogy na, én műsorvezető leszek. Ez kialakult, ez hozta az élet, és azóta is nagyon szeretem. Kár, hogy vége a Sztárban Sztárnak, én is nagyon sajnálom, hogy vége. Jó volt a Sztárban Sztár, meg egy kicsi. No hát, ennyi volt ez a kis kérdezfelelek videó, hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, ahogyan szoktam mondani, ha nem tetszett, akkor is iratkozzatok fel, azt is megköszönöm. Köszönöm szépen a nagyon-nagyon sok kérdést, ezt az Instagramon kaptam, ugye direct message-be, kövessetek be az Instagramon, Miskovics Marciként ott vagyok, iratkozzatok fel, de hát ezt már mondtam, és hát találkozunk a következő videóban, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem akkor is, és nagyon-nagyon jó tartalmakkal fogok jönni, ígérem, esküszöm, komolyan mondom. Szevasztok! És őket elfelejtettem, a Migoszt is nagyon szeretem. Ezt utólag kell felvennem. Bocsánat a Migosztól. Bocs Offset, bocs TK, bocs Quavo.